Hogy a jövőben mi várható? Továbbra is szeretnék ilyen helyek nevezetességeiről videót készíteni, történetéről. Ilyen videó volt például a Nádozvari fazekasság, vagy a Háromfalú temploma. Ilyesmi. Illetve hülyeségek szerintem továbbra is lesznek, mert szeretem csinálni. Filmajánlókat is szeretnék ide feltölteni. Ugyan van a popcorn zóna, tehát oda csak filmajánlókat szoktunk feltenni. Csak mostanában ritkábban érek oda, de ide is szeretnék filmajánlókat is feltenni. Én az új filmekről, Niki filmes világában, meg a régebbi filmekről beszél. Most szerdán, vagy ma szerdán, várjatok már, most már megzavarodtam. Tehát ma szerdán is lesz új videója. Ha még nem láttátok, hiszen 5 órától lesz, akkor nézzétek meg. Illetve pótoljátok a régebbi videókat, mert érdemes. Meg mindenképpen iratkozzatok fel, osszátok meg, lájkoljátok a csatornáinkat, videóinkat. És még azt akartam mondani, hogy mindenkinek köszönöm, aki itt van és támogat, és ez most nem csak az anyagi értelemben való, az, hogy mondjuk megvásárol egy könyvet, vagy Ko-fi oldalon küld egy támogatást, hanem mindenkinek, aki egy jó szót szól a tartalmaimhoz, nem fiká áradatot, annak köszönöm, hogy itt van, és remélem továbbiakban is lesz olyan tartalom, amit szívesen néztek, akár tőlem, akár Nikitől, akár közösen valami. És írhattok is olyanról, hogy melyik az a tartalom, amiből még szívesebben látnátok, illetve melyik az a tartalom, amit kevésbé, megmondom, ami megosztó volt, nagyon ez a tornázós táncik, azt megkérdeztem több barátnőmtől is, hogy fogadja. Eddig a legtöbben a nemre szavaztak, hogy azt nem kéne erőltetni, de a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok. Úgyhogy szép napot nektek, sziasztok!